nagyon elképzelhető, pont a magyar elnökség idejére esne a tárgyalások tényleges megkezdése Ukrajnával és Moldovával, amit ugye érdekes lesz majd megnézni, hogy Magyarország, amelynek ugye elnökségként, alapvetően semlegesként kellene tevékenykednie, mennyire fogja érvényesíteni itt ebben az esetben az általa felfogott nemzeti érdekeket. Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk előretekintés 2024-re az Európai Unióba. Ebben a podcastben átbeszéljük röviden, mi várható 2024-ben az EU-ban. Azt tudjuk, hogy a soros elnökségek sorrendje Belgium és Magyarország. Mi a belga elnökség programja, mi várható az első fél évben? Ja, a belga elnökség még nem hirdette ki a programját, mindenki a csúcs döntésekkel volt elfoglalva, de az elég jól leírható pályán mozog a belga elnökség. Annál is inkább, mert ez egy csonka elnökség lesz érdemeit illetően, hiszen márciusig tart az aktív munka, ezt követően az európai parlamenti képviselők elmennek kampányolni, ami azt is jelenti, hogy a jogalkotás az így fel is függesztődik gyakorlatilag majdnem egy fél évre, vagy akár egy hosszabb időszakra is, ezt meglátjuk majd. Szóval addig kell a belga elnökségnek gyakorlatilag maradta a 3, max. 4 hónapja, de inkább 3 hónapja arra, hogy teljesítsen egy olyan programot, amiben nyilván meg lesznek a különböző hangsúlyok. Egy nagy jogalkotási hajrá van a ciklus vége előtt, ezt mindig el kell mondani, de vannak nagyon fontos témák is, amelyeket még nem sikerült kivasalni a spanyol elnökség előtt. Ugye itt van Ukrajna finanszírozásának a kérdése, illetve a többéves keretköltségvetés felülvizsgálata, félidős felülvizsgálatának a lezárása. Ugye ez januárra és februárra várható, ebben már a spanyoloktól átveszik a stafétabotot a belgák, és nyilván sokat fognak dolgozni rajta. És még emellett nyilvánvalóan ott sorakoznak majd az izraeli konfliktus, az izraeli háború, és az milyen hatása lesz az Európai Unió, akár belső életére, akár külső mozgásterére, az egész geopolitikai folyamat, és még azért vannak még a zöld, úgynevezett zöld ugye, megállapodás, az Európai Unió klímapolitikában is vannak még azért bizonyos elvaratlan szálak. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a belgáknak nem lesz egy unatkozás, nem fognak unatkozni a következő fél évben, de ebben különösen az első 3-4 hónap lesz majd nagyon intenzív. Az európai parlamenti választások időpontja 2024. június 9-e vasárnap lesz itthon Magyarországon, és azon a hétvégén az összes többi tagállamban is lezajlik majd a választás. Tehát 2024 második fél évét valószínűleg az európai parlament új felállása, illetve az új bizottság megválasztása fogja jellemezni. Ebben a fél évben lesz Magyarország is uniós elnök. Amikor 2023-ban ez az időszak szóba került, akkor a sláger téma az volt, hogy elvehetik-e Magyarországtól a soros elnökséget. Ezt is megbeszéltük már többször, hogy elég kevés esély van erre, talán még jogi lehetőség sincsen. Mégis milyen feladat marad Magyarország számára majd a második fél évben, ebben az igencsak turbulens időszakban? Kezdjük a könnyebb részével. Valószínűleg maradnak jogszabályok, amelyek nyitva maradnak a belga elnökség után is, és folyamatban vannak. Ezek egy részét, ezek valószínűleg nem lesznek annyira fontosak, egy részét a magyar elnökség idején nyilván kézbe veszi a magyar elnökség, és tárgyalni fog róla. Egyébként ilyen dosszié lesz majd nyilvánvalóan a bővítés, a bővítési folyamat, és ráadásul egy fontos dossziénak ígérkezik, hiszen amit tudunk most, hogy márciusban lesz egy újabb fontos rendezvú, így fogalmazok a bővítést illetően, hiszen addigra elkészülhet a tárgyalási keret, hogy Ukrajna, Moldova elkezdheti a tárgyalásokat, de például Bosznia-Hercegovina is talán akkor egy döntés születik arról, hogyha teljesít addig. Viszont nagyon elképzelhető, pont a magyar elnökség idejére esne a tárgyalások tényleges megkezdése Ukrajnával és Moldovával, amit ugye érdekes lesz majd megnézni, hogy Magyarország, amelynek ugye elnökségként, alapvetően semlegesként kellene, ahogy mondani szokták angolul, honest brokerként, tehát semleges bíróként, döntnökként kéne tevékenykednie, mennyire fogja érvényesíteni itt ebben az esetben az általa felfogott nemzeti érdekeket. Ezt majd meglátjuk, hogy ez milyen hatással lesz. Ennél is talán fontosabb lesz, de nem meghatározza a magyar elnökség ügyködése, a tekintetben, hogy az európai választásokat követően milyen gyorsan
és milyen cikcakokkal tud esetleg felállni az új Európai Uniós intézményi struktúra. Arra gondolok, hogy először az európai parlamenti választásokról kell kijönnie valaminek. Ha kijön, akkor optimális esetben, hogyha világos a helyzet, akkor megalakul az Európai Parlament júliusban, és a legoptimálisabb esetben már jóvá hagyják az Európai Bizottság elnökét, aminek csúcs találkozón kell dönteni ma júliusban, szintén a magyar elnökség alatt. Tehát összefoglalva, rövidre fogva, a lényeg az, hogy a magyar elnökségre esik majd az új ciklus indulása, és ennek megfelelően az új ciklus indulása a szükséges intézményi feltételeknek a kitárgyalása, lebonyolítása, ebben főleg technikai szerep jut a magyar elnökségnek, de nem szabad alábecsülni egyébként, nem csak technikai, hanem azt az elnökségeknek azt a szerepét is, hogy a napi rendeket tanácsi szinten mindig ők szokták készíteni, tehát ebben is azért lehet még a magyar elnökségnek hozzászólása. Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar elnökség a legjobb időre esik, mert sokat nem árthat, mert hogy eleve egy olyan időszakba esik, amikor egy bénakacsa időszak van. Azért ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tapasztalatom az azt mondja, hogy rengeteg olyan elágazási esemény történhet, akár Ukrajnában, akár Izraelben, ami akkor nagyon fontossá tett, kiemelt szerepet juthat egy soros elnökségnek. Szóval én nem becsülném le alapvetően azt, hogy a magyar elnökség idején történnek fontos dolgok. Tény is való, hogy a jogalkotásban valószínűleg kisebb szerepe lesz, mint korábban. Aztán még ott van ugye az a kérdés, amit mindenki próbál, hogy a jogállamisági kérdések a magyar elnökség alatt felejtsük el őket teljességgel, vagy pedig esetleg bízzák rá a belga és a spanyol elnökség, vagy a következő lengyel elnökségre. Én úgy gondolom, hogy ez a vita még nem jutott nyugvó pontra, de azon csodálkoznék, hogyha Magyarországtól az elnökséget valamilyen módon, akár jogi eszközökkel, akár politikai eszközökkel valamilyen módon elvennék. Én úgy gondolom, hogy a dolog meg fog történni. A kérdés az persze, hogy milyen lesz, milyen minőségű lesz, és milyen hullámokat fog vetni, ezt majd meglátjuk. És talán ennek az időszaknak lesz az európai politikát érdeklők számára talán az egyik legizgalmasabb kérdése, hogy ha bekerülnek a magyar parlamenti képviselők az Európai Parlamentbe, milyen arányban kerülnek be, és hogy hogyan sikerül majd helyet találni nekik a különböző frakciókban az Európai Parlamentben. Hogyha a mostani helyzet, mostaniak a szavazások, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy az a parlamenti többség, amely az elmúlt, most már több ciklusban hangod volt az Európai Parlamentben, Orbán Viktor őszinte bánatára, hogy ez a centrális, itt is volt egy centrális erőtér, főleg baloldali, de liberális, jobbliberális és az Európai Néppárt is betartozott. A három nagy párt, az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok, vagy a Renew, ők nem lesznek valószínűleg képesek önmagukban többséget alkotni. A zöldek is valószínűleg veszíteni fognak, a liberálisok is veszíteni fognak, ezért előtérbe kerül, hogy a jobboldali pártoknak eleve megerősödése várható a konzervatív, jobboldali, radikális jobboldalnak. A kérdés mindig ilyenkor kínálkozik, van-e esély arra, hogy összeáll egy erőteljes radikális jobboldali blokk, esetleg ebben a néppárt is belekerülhet. Vannak, akik számolnak, és azt mondják, hogy ha most lenne a választás, már csak 15 képviselői hely lenne, ha a néppárt is csatlakozna ez a úgynevezett koalícióhoz. De ugye azt is látjuk, hogy egymás kizáró tényezők vannak még a szélső jobboldalon is, meg a jobboldalon is. Ki hogyan viszonyul Oroszországhoz? Ki hogyan viszonyul egy másik párthoz, ugye a lengyelek esetében például, vagy az olaszok esetében? Szóval nem lesz olyan könnyű azért összerakni azt a blokkot. Ráadásul én úgy gondolom, hogy az Európai Néppárt, tekintettel arra egyébként, ami most történik, nem tartom valószínűleg az Európai Néppárt ott hagyná eddigi szövetségeseit, és lepaktálna tulajdonképpen mondjuk így a populista Európa ellenes erőkkel. Ez egy olyan történelmi, olyan döntés lenne, aminek nagyon messze ható következményei lennének. Amiben valószínűleg a magyar miniszterelnök reménykedik, hogy sikerül egy grandiózus változást, radikális változást elérni a következő hónapokban, és én ezt részben ezzel is hozom összhangba az ő Európai Uniós csúcs találkozó előtti leveleit, az abban megfogalmazottakat, kételyeket támasztani az ukrán stratégiával szemben, stb. Azért jó okkal feltételezhető, hogy az egy nagyobb földindulásra lenne szükség, hogy ez az állam valóra váljon, de a erőviszonyok valószínűleg módosulni fognak, és nem feltétlenül az Európa párti, a demokrácia párti erők számára. Ebben a közegben, ebben az erőviszonyban kell majd mozognia mindenkinek, azt persze természetesen nehéz megjósolni, hogy konkrétan milyen eredménnyel fog mindez zárulni. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!